A Jó József emlékversenyen 9 futamba összesen 89 lovat neveztek be. A szervezők elégedettek voltak. Elmondásuk szerint a tavalyi évhez hasonló számú ló érkezett. Hasonló, mint a tavalyi évben, sőt, mi több lentről Szerbiából elég sok, hogy is hívják, vendégünk van. Külföldi vendég sajnos nincs már, mert nem engedi meg a lehetőség, mint valamikor, hogy külföldről is jöttek, nem tudjuk ellátni őket. A rendezvényre mintegy 1000 látogató érkezett, nem csak Adáról, hanem Vajdaság más településeiről is. A résztvevők elmondása szerint régen sokkal tömegesebben látogattak ki az emberek a lóversenyre Adán. A közönség száma picit egy kicsit számomra meglepően kevés, valamikor itt 10-15 ezer ember is volt, most számbelleg nem tudnám fölmérni, de sokkal kevesebb. A lovak minőség az abszolút rendben van. A díjak egy picikét kicsik, tehát hogyha megnézzük, hogy évek hosszú során mennyit változott a költsége egy ló tartásának, a díjak pedig semmit, akkor tudni lehet, hogy lovat csak szeretetből lehet tovább tartani, semmi másból. Az annyi pucam bőle predeszt gada. I mogu da kažem, da nije loše samo ovaj. Čini mi se da je bilo boljant. Sve zavisi kako je onda bila organizacija, ali što se tiče organizacije nije loše. Samo što je to ljudi i ova vrućina, ne znam šta je uticalo da ljudi ne dođu. A fő futam, vagyis a Jó József emlékverseny győztese Zolnai Gorán lett Robin Q nevű lovával. A futamok első helyezettjei serleggel és 16 000 dinárral lettek gazdagabbak.